Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jöjjön egy kis Titanfall, kellett valami indok, hogy csinálsak erről a játékról egy videót, na jó, na. Ez a játék kurva jó, de hova tűnt a Titanfall, és miért tűnt el a Titanfall? Miért tűnt el az egyik legjobb játék, azon kevesek, nem egyik legjobb relatív, de azon kevés egyik játék, ami egyrészt nagyon közel áll az én szívemhez, de kétséget kizáróan kritikusok és gamerek által is elismert az egyik legjobb játéknak, ami odakint van, és mégsem játsza senki. Mi lesz a sorsa ennek a játéknak? Miért nem játszik vele, miért nem játszanak vele millióan, mint ahogy a többi játékkal? Mi az oka? Lehetséges, hogy a Titanfall 1-2 az nem mindenkinek való játék? Tehát, hogy annyira pörgős, egyedi a maga nevében, hogy tényleg nem egy mindenkinek való játék? Mi történt és hova lett a Titanfall? De még mielőtt erre rátérnénk, srácok, íme itt van az új mód, amit nemrég adtak hozzá, de én csak most adtam észre, a Titanfall 2-ös is egy ilyen defense mód. Azt a büdös kurva mindenért, ez kurva jó, meg van csinálva. Ez amit itt láthattok ebben a videóban, ez ilyen az easy, level easy bitch, és olyan kurva nehéz az ötödik wave, öt wave-et kell végigmenni, de ha kibírod az ötödiket a csapatoddal, az már valami. És esküszöm, tehát így, hogy nem volt kommunikáció köztünk a játékosok között, kurva nehéz volt legalábbis, és ez csak az easy level. Mi van a hard level-on? Bitch, please. Na, szóval, ja, ez az új mód, egy ilyen defense mód, tökre elérhető mindenkinek, mivel hogy, és egy nagy ritkaság, és ilyen kis aranydrága kő a piacon manapság, a Titanfall 2-nek egy DLC-je sem kerül pénzbe. Extra pénzbe. Szóval, a játék maga sem tűde drága, ahhoz képest, hogy egy AAA kategóriás játékról beszélünk, és emellett egy DLC-jük, bármilyen kiegészítő, ami kijön, nem kerül pénzbe. A másik nagyon jó dolog, hogy ennél jobb skineket, fegyverekre és karakterre, titánokra, úristen, nem tudom, ki volt a designer ebben a játékban, de az kurva jól kitaláltad. Nagyon szép, minden élénk színek, tök jól néznek ki. A gameplay maga, már szerintem már befejezem az ajnározását ennek a játéknak. Na jó, a gameplay maga az fantasztikusan ki van találva, könnyed, gyönyörű mozgás kultúrával benne, elképesztően jó lövésmechanizmussal, time to kill-től kezdve, felgyógyulási időn keresztül, a titán harcok mechanizmusa, mozgás kultúrája, egyszerűen minden klappol és passzol, ahogy nyomod a gombot, semmi nem késik, minden időben tudsz reagálni, minden megvan ebbe a shooter játékban, ami a shooterben benne kell lennie, és ez nagyon is kimutatkozik, mert vagy a fejlesztő csapat, ugye, aki emögött a játék, mögött van, legalábbis a magja ennek a fejlesztő csapatnak, az ugye valamikor a Call of Duty Modern Warfare, Modern Warfare 2 és Modern Warfare 3 mögött volt a régi Infinity Ward-nak a magja dolgozott ezen a játékon, és ez nagyon ki is üt, ez a tapasztalat. De mégis az EA hagyta, hát nem hogy hagyta, gondolom ez egy gazdasági döntés volt amögött, hogy ezt csinálták ezzel a játékkal. Egyszerűen, hogy mi történt ugye a Titanfall 2, amit konkrétan meg lett gyilkolva a játék ezzel, és azt mondom, hogy egy ilyen nagy respekt a fanbase-nek, annak a fanbase-nek, aki korszerűen játszanak ezzel a játék, az a nem tudom hány ezer ember, vagy pár százezer ember, aki hardcore gamerként tűzi ezt a játékot, és életben tartja ezt a játékot, mert őszinteszek veletek, tehát egy fél percnél többet nem kell várjak azért, hogy bekerüljek egy játékba a Titanfall 2-be, szintúgy Titanfall 1, bár már rég nem játszottam vele, de azt látom, hogy akik játszak ezt a játékot, azok mindegy magasabb szinten és presztíz szinten állnak a játékba, tehát több órájuk van már a játékban, és ők tartják életben ezt a fantasztikus játékot, hogy big respect azoknak, akik ezzel a játékkal ott vannak és játszanak, mert ez megéri, az túl kell, hogy élje ez a játék, a Titanfall. Lehet, hogy még nincs itt az ideje rá, lehet, hogy mint játékosok nem vagyunk erre felkészülve, amit a Titanfall nyújt, vagy hogy még nem akarunk ezzel foglalkozni, vagy már épp az, hogy túl sok volt ebből a futurisztikus shooter világból, de a Titanfallnak túl kell élnie ezt a hülyeséget,
céget, amit az EA csinált veled. Nem is értem, hogy milyen gazdasági húzásból, ugye. A dolog lényeg az ott kezdődik, ugye, hogy eleve, amikor megjelent a Titanfall 2, a megjelenési dátumot a Battlefield 1 és az új Call of Duty közé helyezték be. Én értem, hogy a Call of Duty lefelé hajlik, de hol lesz az még, hogy egy ilyen újszerű játék, mint a Titanfall, meg fog verni egy olyan játékot, mint a Call of Duty. Tehát valahol a cél az volt, hogy a Battlefieldesek úgyis megveszik a Battlefieldet, a Call of Duty-sok meg, hát vegyék meg a Titanfall 2-t, mert hogy az egy jobb játék. Tényleg jobb játék, which please, tényleg jobb játék. De a Call of Duty-ról beszélünk, egy olyan játékról, amit maguk a Titanfallosok alapoztak meg a sikerre. Hogy őszinte legyek, tehát az Infinite Ward alapozták a Call of Duty sikerét, és most ugye megcsinálják a Titanfall, szóval ezt az óriást kellett volna lenyomni, és hogy is gondolták azt, amikor az ember megveszi a Battlefieldet, ha még marad némi pénz, akkor a kodot veszi meg, nem feltétlenül a Titanfall 2-t. Megveszem ezt a két játékot, és akkor nézem a Titanfall 2-re, bitch please, már nincs pénzem. És nem értem, hogy mi volt a háttér motivációja ennek az egésznek. Egy valamit tudok mögé látni a témának, esetleg úgy, hogyha a Titanfall 2-vel egy hosszú távú programot terveznek, mint amit mostanában az Ubisoft csinál azzal, hogy folyamatosan kontentet ad a játék régébbi játékaihoz, és hogyha a Titanfall-ra is ezt tervezik, nem hagyják, hogy elhaljon, hanem folyamatosan fognak adni kontentet, amit egyelőre csinálnak, de ez egyelőre csak a megígért kontent, a megígért DLC-k, amik bejöttek eddig hozzá, és amik be fognak jönni az elkövetkezendő évben, de hogyha azon túl is, és nem az lesz, hogy Titanfall 3, bár ki tudja, hanem adnak hozzá kontentet, akkor a játékot szépen lassan fel tudják építeni, és életben tartani, és egyre jobban promózni. De az igazság az, hogy nagyon keveset is promózzák, a youtuberek se nagyon játsszák, tehát több nyilvánosságra van szüksége ennek a játéknak, mert túl kell élni ebből a szempontból. Nem beszélve arról, hogy a Respawn Entertainmentet felvásárolta most az EA, és hát ugye eddig volt nekik egy szerződésük, ami függetlenül tartotta őket, de most, hogy felvásárolta őket az EA nem is olyan rég, egy olyan szerződésbe mentek bele, ami azt jelenti, hogy bármilyen új játékot, ha kiadnak, egy bizonyos sikert és pénzbevételt el kell érjen, mert ha nem, akkor konkrétan nem fognak pénzt kapni. Szóval elég nagy lesz a nyomás, azt kell mondjam, a Respawn Entertainment új játékán, és már hogyha valamilyen szinten másképp meg nem tudják oldani ezt a pénzbevétel dolgot, mert ha meg tudják oldani, akkor persze nagyon gazdagok lesznek, de hogyha nem tudják megoldani, akkor elég nagy nyomás kerül a Respawn Entertainmentbe, és ez bizony hosszú távon azért a minőségbe is bele fog tudni szólni a játékokba, úgyhogy nagyon-nagyon oda kell tegyék magukat. A másik probléma, a hátulütő, ami itt lehet, hogy az EA persze többet nyer, hogyha nincs meg akkora bevétel a cégnek, mint amekkora, mert akkor konkrétan azt csinálnak a Respawn Entertainmenttel, amit akarnak. Hol is tartottam? Ja igen, szóval az lenne a másik dolog, hogy az EA, mint a kiadója, ugye a Respawn Entertainmentnek teljes mértékben beleszól akkor, hogy mikor lesz kiadva az adott játék. És hogyha ők úgy döntenének véletlenül, hogy hát jó, megcsináltak az új játékokat, na, adjuk ki a Battlefield után, vagy a Battlefield előtt, vagy a COD után a COD előtt, és ilyen belövik a megjelenési dátumot valami olyasmire, ami lehetetlen akkor a bevételt hozzon, akkor valahol ott az egyik legjobb fejlesztő stúdiónak, ami ott van odakint, és reményünk velük él, valószínűleg elhalni fog. Meglátjuk, hogy alakul a jövő, mik a tervek, mi lesz a Respawn Entertainment új játéka. Én inkább abban reménykedem, hogy egy ilyen folyamatos szolgáltatást nyújtanak a Titanfallhoz, és folyamatosan így felfel épül, de a jövőben még egy-két hírt valószínűleg fogok közölni erről a játékról, mert nagyon-nagyon jó és nagyon tetszik nekem. Igaz, casualként játszom vele, és azon pár órát, amit letolok vele időről időre, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tudom élvezni, és annak, amikor megjelent a Titanfall 1, el lehet mondani, hogy azért egy nagyon jó ideig nem casualként játszottam vele, és eléggé belemerültem a játékba, és nem volt olyan, hogy meg tudtam volna unni, mert
mert egy, az is egy kurva jó játék, tehát még azt sem bántam volna, hogy azt fejlesztik tovább, és adnak hozzá új pályákat, abból a Titanfall egyből csinálnak kettőt, konkrétan az új titánokkal minden, mert az a játék is kurva jó, és azzal megjelent a kettő valamilyen szinten, ugye megölték az egyet, hogyha arról van szó. Nos, srácok, ha tetszik neked a Titanfall, akkor dobj egy lájkot a videóra, iratkozzatok fel a csatornára, Discord szerverünket ennek a videónak a leírásában megtaláljátok a linket, hozzá használjátok egészséggel, kérdésétek itt a videó leírásában, vagy Facebookon megtaláltok. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!